Sziasztok, sziasztok! A nevem Gábor Lázs, és itt a 4K 60fps-es OnePlus 6-ot próbáljuk ki, ahol a kertemben vagyunk. Megint csipognak a madarak a háttérben, és megnézzük, hogy milyen jól fókuszál, mennyire bírja a mozgásokat, hogyha én járkálok ilyeneket, és hogy látjátok, gyönyörű felvételeket lehet közelről is készíteni virágokról. Éppen ki volt neki, mi vagy 5 perc vagyunk limitálva 4K felvételekben. Kipróbálom majd, hogy ez a sima 30 képe másodperces érvényes, vagy csak a 60 képe másodperce, de már az is eléggé jó, mert a HTC mellett ez a OnePlus 6 az egyetlen Android okos telefon, ami egyelőre ilyet tud, és nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű felvételeket tudunk készíteni, még arról is, hogy ott egy kis pókmászkál bent a virágon. Nagyon szép. Az első kamerát is ki fogjuk próbálni, azt is be van ide fent linkelve, hogy megnézhessétek, hogy persze mennyire jó a minőség. És hogyha kinyújtom a karomat, akkor azt is látjuk, hogy így mennyire jó a széles látószöge. És még a zoomot is bemutatom nektek. Méghozzá, hogyha itt megnyomom az egyszeres gombot, akkor kétszeresre átugrik, még egyszer megnyomom, visszaugrik egyszeresre. Tehát optikailag kétszeresre tudunk zoomolni, ami nekem nem elég, tehát próbáljuk meg, ez lenne háromszoros. Ez már digitális zoom, legyen egy ötszörös is, és van nyolcszoros is, és ez már nagyon digitális. És így már persze nem olyan szép a minőség. Tehát térjünk vissza az egyszeresre, és ennyi is volt a rövid kamerateszt. Kevés fényben is kipróbáltuk ugyanígy, ott nem szövegeltem még hozzá, meg az első kamerának is nézzétek meg, hogy milyen volt a minősége itt a OnePlus 6-nak. Nekem nagyon tetszik. És persze használtok a linkemet, lent, hogyha rendeltek egy ilyen okostelefont, hogy 20 euróval olcsóban kapjátok ti is az extrákat hozzá majd, hogyha rendeltek.